Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Folytatjuk Zsebikének a sorozatát. Pár héttel ezelőtt készültek az első filmek Zsebike krónikus bűzmirigy gyulladásáról. 6 nappal a tehéntűgy infúziós kezelés után már gyönyörűen meggyógyultak is hátsó része. Most szeretném bemutatni, mert most arra a lehetőségem, hogy további filmeket forgassunk. A karácsony 2 napja nekem ezzel fog telni. Zsebike kis életét tovább bemutassam, illetve további blogom fő címei alapján rákbetegségről, Lyme-kórról, szuperbaktérium fertőzésekről további filmeket készítsünk. Röviden most ez a kis film csak annyiról szól, hogy Zsebikének gyönyörűen meggyógyult a kis popsia, amivel ugye 2 hónapon át killódtam, és sehogy nem tudtam dülőre jutni vele, még 2 orvos megnézte, az első azt mondta, nincs semmi baj a Zsebikének, gyere csak, Zsebike, egy pec a szék, mire jó? Igen, 2 hónapig eleget kilódtunk vele, és itt van, gyönyörű, szépen meg lehet nézni, álom szépen meggyógyult a kis popsin, köszönjük szépen, jól vagyunk. Tehát az előző YouTube filmben lehetett látni arról, hogy hogyan nézett ki a kis popsia, aztán bemutattuk azt is, hogyan kell kezelni a kis popsiát, és hogyan lehet szépen meggyógyítani, és itt a tökéletes eredmény. Köszönöm szépen a figyelmet, nézzék tovább videóinkat!